Lehetséges az, hogy x év múlva robotok fogják írni a dalaimat. 15 évvel ezelőtt, amikor én elindultam ezen a pályán, mennyire más volt minden. Akkor még valóban talán a televízió és a rádió volt az egyetlen, de elsősorban a televízió az egyetlen olyan portál, amin keresztül el tudtam jutni a közönséghez, hogy egyáltalán megismerjenek. Ehhez képest fölmész egy kezdőnek az oldalára, és napi szinten tud dalokat feltenni, videoklippeket. A telefonokkal tudunk már klippeket készíteni, hogyha akarunk. Tehát ez akkor még nem volt. Nagyon dühös voltam, amikor azt láttam, hogy minden vesz át ugye az a felület, ami a telefonodon van. Nekem az appok voltak a rémálmaim, és aztán az az ember lettem, aki a legjobban élvezem azt, hogy hopp, megnyomtam, már jönnek, és értem, látják, hogy hol vagyok, nem kell ezen aggódnom, én is látom, hogy ő mikor érkezik, már mire megérkezik, tudom, hogy hívják. Nekem ez tetszik. Ami érdekes volt, és kezdetben egyáltalán nem használtam, és most meg milyen jó, hogy van, hogy ugye már úgy tudsz beszélni valakivel a világ másik oldalánról is, hogy látod abban a pillanatban. Szakmailag nagyon izgalmas az, hogy nem is kell, hogy találkozzunk. Azt érzem, hogy beránt ez az egész, tehát igazából, ha nagyon akarsz, akkor se tudsz belőle kimaradni. Most is alkalmazunk már olyan dolgokat, ami viszont nagyon-nagyon sokszor nagy segítség, de nem működik nélkülünk. És igazából majd lehet, hogy egy nap üres házakban fogunk lakni, és ahhoz képest, hogy milyen a hangulatunk, csak megnyomunk egy vetítőt, és odavarázsolja körénk. Néha a kastély hangulatot, pont így egyébként egy koncertet is oda tud varázsolni, akár emberekkel körülötted. Ez az egy dolog, amitől én félek, és szerintem ez jönni fog. Bízom benne, hogy azok az okosok, akik egyébként azon dolgoznak, hogy a világ ilyen szinten haladjon előre, legyenek annyira okosok, hogy azon is változtassanak, hogy közben meg bizonyos területeken ne tudjunk eltávolodni egymástól. Nem hiszem azt, hogyha leragadunk, főleg a jelen helyzetben, az előbbre visz. És egyébként is mi már rajta vagyunk egy olyan vágányon, hogy ez már megy. A mesterséges intelligencia fenyegetés, szerintem fenyegetés, de ugyanakkor van benne egy nagyon jó dolog, megnyugtató dolog, hogy azért a szív meg a lélek nélkül semmi sem olyan. Nem fogja teljesen egyedül írni a robot a zenét. Kelleni fogunk hozzá, mi zenészek.